Klaus Miklós urat, a Veszprém megyei kormányi hivatal az írci járási hivatalának vezetőjét, tartson a műsor beszélni. Tisztelt képviselőasszony, vezérigazgató úr, kedves meghívott vendégek, kedves cserkészek! Magyarország megújítása egy hosszú folyamat, és hogy ez mennyire nem szlogen, itt kézzelfoghatóan érezhetjük és tapasztalhatjuk, hisz a megújítás folyamatának egy eleme volt, hogy az állami erdőgazdaságokat a Magyar Fejlesztési Bank irányítása alá helyezték, és ez nem csak irányítási, hanem szemléletváltást is eredményezett. Ezen szemléletváltás része volt, hogy az állami erdőgazdaságok nyereségessé tétele, és ezen nyereségek közjóléti célú fejlesztésekbe történő visszaforgatása, illetve pályázati források önerejének megteremtésén keresztül nyissanak a lakosság felé.